Lánkhugó Cégesfélvár megyőgóváros önkormányzata saját halottjának tekinti. A közülés előtt a képviselők megemlékeztek Lánkhugóról, aki Székesfehérvár önkormányzata saját halottjának tekint, majd a testület egy perces néma főhajtással tisztelget a fehérvári polgár pedagógus és közéleti szereplő előtt. Ezt követően módosították a képviselők Székesvérvár közgyűlésének szervezeti és működési szabályzatát, ugyanis a járások kialakításával, jön már a hivatali ügyintézés és a köznevelés rendszere átalakul. A Börgöndi repülőtér ügyét nyílt ülésen tárgyalta a közgyűlés. A reptér 2012. júniusáig kellett volna megépüljön. A területen azonban munka ez idáig nem történt. Az ülésen részt vett a befektető képviselője is. Nyiri Viktor elmondta, szeretnék továbbvinni a projektet, de a gazdasági nehézségek miatt nem időszerű annak megindítása, és szeretnének haladékot kapni, de konkrét határidőket nem tudnak mondani. 1,6 milliárd forintot fektettünk ebbe a repülőtérbe, és ezt a 367,5 millió forintos fizetési kötelezettséget is azért vállalnánk most, hogy ezt a le, hogy ezt a pozíciót megtartsuk. Nyilván nem vállalnánk ilyen kötelezettséget, hanem komolyan gondolnánk, hogy itt szeretnénk építkezni. A város a most megállapított szerződésszegés ellenére folytatja a tárgyalásokat 2013. márciusáig a befektetővel. Utána az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket, hogy a szerződésben foglaltakat érvényesítse. Most az önkormányzat azt a döntést hozta, hogy túl azon, hogy megállapította a szerződésszegés tényét, de folytatjuk a tárgyalásokat, egyeztetéseket annak érdekében, hogy a jövőképet föl lehessen vázolni, és meg lehessen a megoldást is találni. Az egyértelmű volt, és a közgyűlés ezt egyhangban elutasította, hogy amit a befektető ajánlott, az a város számára teljes mértékben elfogadhatatlan, tehát más alapokról kell kezdeni a tárgyalásokat. Mint a polgármester mondta, vagyonvesztés nem történhet, megegyezésre törekednek a befektetővel, azonban ha ez március végéig nem történik meg, április elején a közgyűlés dönthet a további jogi lépésekről.